Óvodások, kosárlabdázók, fiatal népi és modern táncosok adtak műsort a szekszárdi Remete kápolnánál. A gyerekek, fiatalok, csapatok, egyesületek és civilek mindannyian az év fája verseny döntőjébe jutott Remete berkenye miatt érkeztek a fölsővárosi kápolnához. A több mint 200 éves monstrum az Ökotárs Alapítvány pályázatán jutott a legnépszerűbb 9 jelölt közé. Ez a fajta a legkeményebbek közé tartozik, emiatt a régi időkben különös becsben tartották, főként nehéz erőátviteli alkatrészeket készítettek belőle. Ennek ellenére ez a nemes növény mostanra alig lehető fel idehaza, pedig a gyümölcse kiváló ízű. A belőle készült pálinka pedig a legdrágábbak közé tartozott egykor. Nem ritka, csak megritkult. Valamikor flóraalkotó eleme volt a Dél-Dunántúlnak, meg a dunántúli erdőknek ez a fa. Sőt, ha tovább megyünk, akkor azt is tudhatjuk róla, hogy egy elfeledett gyümölcsünk a berkenye, amit a 19. század második fele óta kiszorítottak a nemes körték és almák, a Golden Delicious, a Jonathan, a Starking és a többi almafajta. Még csak kevés ahhoz képest, amilyen tömegben jöttek be azok a gyümölcsök, amik ezt a apró gyümölcsű vadkörtére emlékeztető szotyós, de ősi gyümölcsünket kiszorították a köztermesztésből, elfelejtettük, kivezett. Számozott példányai vannak már csak az országban belőle. 2014-ben itt járt egy berkenyefa kutató, egy erdészmérnök, aki nem mellesleg a Balaton felvidéki nemzeti parknak volt az igazgatója. Ő ennek szentelte az életét a berkenyefáknak, és a lajstromába fölvette, és mondta, hogy nagyon vigyázzunk rá, mert különös érték. Ez a fa annak köszönheti a megmaradását és a létét, hogy egy egyházi területen van. A fa körülbelül 200 éves lehet. Annak köszönheti a létét, hogy ide senki nem akart se gyümölcsöst, se szőlőt telepíteni, és lehetősége sem volt rá. Ez a bucsusoknak lett valamikor ültetve. Azoknak a bucsusoknak, akik már egy nappal előtte itt voltak, a kisasszonynapi szeptember 8-ai bucsuba jöttek a környékről, és itt szállásolták el őket, itt éjszakáztak, szombatról vasárnap, virradóra éjszaka, és ez az egész terület tele volt ültetve nekik gyümölcsfákkal. Az idősebbek még emlékszenek a szilvafákra, amik itt körülbelül egy 20-30 évvel ezelőtt pusztultak ki, azok is már ősöregek voltak, és ezek közül a gyümölcsfák közül, ami a bucsusoknak szolgált gyümölcsül, ez a fa maradt meg. A Remete berkenyét Szollár Zoltán, a helyi fősővárosi kör elnöke jelölte a versenyre. Azt mondja, a berkenye nem csak a környékbeliek történelmében játszott fontos szerepet, de ma is élő hagyományok központi helyszínén található. Nagyon büszkék vagyunk rá. Mondhatom ezt egyesület vezetőjeként, mert akkor egy kicsit a térről is beszélve, ugye megemlíteném a kápolnát, 1700-as évek végén épült, gyönyörű szép patinás épület, és ugye a szeptember első hétvégén itt tartják a búcsút a szekszárdiak és a környék településében lakó. Úgyhogy ez a fontos, illetve hát egy stáció a katolikusok részéről megemlítendő, illetve alól a csörgedezik ki a hűsöt adó forrás patakunk, ami végig megy ugye Sétpatak néven Szekszárdon. És egy picit még arrébb megyek, akkor ott a közösségi terünk, amire még büszkébbek vagyunk, szekszárdi fősővárosi körnek a játszótérrel, a mindig nyitott lelkületű emberekkel, hogy így várják a szekszárdi fősővárosi kör tagjai, és majd hadd mondjam azt, hogy a szekszárdiak is, és remélem a Tolnavár megyeiek is, hogy ide látogató vendégek megnézzék ezt a gyönyörű szép berkenyefát. Nekünk mindenképpen büszkeség lenne. Beszéltem egy picit a múltjáról, a jelenéről, ez, hogy így össze tudunk fogni ennyi embert, és itt tud lenni, talán egy 50-60-an is vagyunk, akik vagy a szakmájuk, vagy a tudásuk kapcsán valami úgymond prominensek a Szekszárdon, illetve vagy letettek és világbajnokok, vagy pedig táncosok és nagyon lelkesek, úgyhogy ez a szekszárd jelene, úgymond. A jövőjét tekintve pedig
bízok benne, hogy megmarad ez az összefogás, és hogy egy kicsit a fa is kapjon ebből a jobbból és pozitívumból. Az első helyzetnek egy fadoktori kezelés jár, úgyhogy hát ez se lenne mindegy, és egy picit meggyógyulna ez a fa is. Szekszárd alpolgármestere szerint a berkenye hosszú idő után ismét összehozta a város lakóit, ugyanúgy, mint néhány éve a bátaszéki Molyhostölgy tette ugyanezt azzal a településsel. Gyurkovics János szerint rendkívül fontos, hogy minél többen szavazzanak az évfája.hu internetes oldalon a Tolna vármegyei büszkeségre. Gyakorlatilag, amit látunk itt most a felvételek során, itt szinte megmozdult az egész város, idézőjelben mondom, mert nagyon sok területről vannak itt képviselők, és hát összefogunk annak érdekében, hogy ez a berkenye mondjuk nagyon-nagyon jó lenne nekünk, ha az évfája lenne. Mindenki előtt ismeretes, hogy Tolna megyébe nem is olyan régen a bátaszéki Molyhostölgy elnyerte ezt a címet, és hát ha már Bátaszéknek sikerült, akkor nekünk miért ne sikerülne. Bízunk benne, hogy ezzel a nagy összefogással sikereket fogunk elérni, és 2023-ban az évfája ez a berkenye lesz. Hát ehhez komoly kötődések vannak. A történelmi leírat alapján még Liszt Ferenc is látta ezt a fát 1865-ben, mert akkor már felcseperedett fa volt, és abban az évben a zeneszerző is részt vett a fősővárosi búcsún, és hát ez a kegyhely itt, ami mellett állunk, a Remete kápolnának a történelme során is, itt volt lerombolás, átépítés, felújítás, és most is egy illusztris része a városrésznek, és nagyon-nagyon szeretnénk, ha ez élne tovább, és minden nap jobb tisztelettel jönnénk ide, és itt élnénk meg a mindennapjainkat, és ennek nélkülözhetetlen eleme a berkenyefa. A szekszárdi remete berkenyére október 1-jéig az évfája.hu oldalon lehet szavazni.